Lakat, kamera és a tábla szerint fegyveres őrök is őrzik ezt a birtokot az alig 1000 fős Sokorópátkán. A Győr melletti faluban lévő farmot múlt héten mutattuk be. A teniszpályás 4 hektáros birtok a földhivatali adatok alapján Borkai Zsolt győri polgármester pedagógus felesége nevén van. A hvg.hu szerette volna megtudni, hogy például erre a farmra miből telik a családnak. Borkai Zsolt vagyonnyilatkozata nem elérhető nyilvánosan, és az önkormányzat is csak betekintést engedélyezett a hvg.hu-nak. A portál ez alapján megírta, a polgármesternek 7 ingatlana van, 4 Győrben, 3 pedig Sokorópátkán. Havi 1 milliós polgármesteri fizetése és 300 ezres olimpiai életjáradéka mellett 15 millió forint készpénze van, amit 2017-ben örökölt, valamint 10,5 millió forint a tartozása. Nagy értékű ingossága nincs, ahogy gazdasági érdekeltsége sem. A nyilatkozatban Borkai Zsolt üresen hagyta a házastárs és a vele egy háztartásban élőkről szóló rovatot. A közpénzek átláthatóságával foglalkozó civil szervezet szerint ennek két oka lehet. Vagy nem él közös háztartásban a feleségével, ehhez joga van, senkinek semmi köze hozzá, hogy a házastársak hogyan oldják meg a lakhatási viszonyaikat, vagy egyszerűen nem jelölte be a vagyonnyilatkozatában, hogy ehhez a nyilatkozathoz tartozik valahol egy házastársi nyilatkozat, keresni kell tehát egy mellékletet, egy csatolmányt, viszont mivel senki nem vizsgálja a vagyonnyilatkozatokat, ezért ez egészen ideig ki sem derült. Borkai Zsolt 2 hete keveredett szexbotrányba, és korrupcióval is megvádolták egy névtelen blogon. A választást a Fidesz színeiben nyerte meg, kedden aztán bejelentette, hogy kilép a pártból, és független polgármesterként folytatja a Fidesz külső támogatásával. A botrány kirobbanása óta 2 rövid nyilatkozatot tett. Újságírók csak a másodiknál lehettek ott, de nem kérdezhettek. Jó magam, mint Győrváros polgármestere az elkövetkezendő időszakban, arra fogok törekedni, hogy eredményesen és sikeresen vezessük ezt a várost az elkövetkezendő 5 évben. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Viszontlátásra, jó munkát! Borkai Zsoltot ma is kerestük, hogy megtudjuk, miért nem adott le a feleségének vagyonnyilatkozatot, de nem kaptunk választ.